Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ismét sok a vendég. Több szálloda is teljes kapacitással üzemel Gyulán. Standokat állít a Fidesz. A párt tagjai a migráció veszélyeire figyelmeztetnek. Pezsgő élet Nagyváradon. A Gyulai Könyvtárban tartottak előadást a váradiságról. Kitüntetett a kézjegyben. A műsorban Ambrusné Kessjár Márta nyugdíjas főnővér emlékezett. Baleset Kondorosnál. Ágynemű tartóba bújva rejtőzködött egy körözött férfi. Ismét sok a vendég Gyulán. Több szálloda is teljes kapacitással üzemel ezekben a napokban, ami most elsősorban az őszi szünetnek köszönhető. A vendégek nagy részét a családosok teszik ki, a legtöbben 2-4 napot töltenek a fürdővárosban, de van, aki egy hétre érkezik. Ez a nap híre. A 202-es lesz a szobája a második emeleten, a liftet itt találja, az internünket pedig a folyosó végén. Kellemes pihenést kívánok! Éppen egy vendég érkezik az egyik gyulai szállodába itt, mely már napok óta teltházzal üzemel. Ez elsősorban az őszi szünetnek köszönhető. Már évek óta jellemző, hogy amikor nincs tanítás, könnyebben kimozdulnak a családok, hogy néhány napot közösen töltsenek el, kihasználva a programokat is. Így a szállásadó kulturális, gasztronómiai és élményelemeket is beépítenek az ajánlatokba. A turisták változó vendégészaka számmal veszik igénybe a szállodák kínálatait. 2, 3 és 4 éjszakás foglalásaink vannak ebben az időszakban. Itt is én érzem azért az őszi szünet sajátját, hogy van, aki elfáradt már mondjuk az iskolába, és az első 2-3 éjszakára érkeznek. Vannak, akik a hét utolsó időszakát választják ki, és úgy érkeznek. Tehát azt tudom mondani, hogy úgy megoszlott. Tehát első időszak, második időszak, így áll össze ez a hét. A hétvégék továbbra is teltházzal üzemelnek, nagyon szép szemmel fogadjuk a vendégeket, és nagyon örülünk annak, hogy elégedetten távoznak tőlünk. Ez a szálloda is teljes kapacitással üzemel már, a vendégek folyamatosan érkeznek. Jelenleg több mint 700-an tartózkodnak itt, ebből közel 300 a gyermekek száma. Vannak, akik a vendégeiknek szerettek volna egy néhány napos programot kínálni. 4 napra jöttünk, külföldről érkeztek hozzánk vendégek, és azért gondoltuk, hogy egy kis kikapcsolódásképpen eljövünk, és megmutatjuk nekik, hogy milyen a fürdő. A foglalások már nyár vége óta folyamatosan érkeznek, ami itt is évek óta megszokott. A teltházhoz az is hozzájárul, hogy ilyenkor több program is várja a vendégeket a szállodában és a városban egyaránt. Különféle programokkal készülünk ilyenkor a vendégeknek, tehát animátoraink vannak, akik különféle ilyen zenés délutánokat szerveznek, mese délutánokat, ezek nagyon kelendőek, illetve fagyikóstolás is van, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek. Igazából ezzel szoktunk készülni, és ennek köszönhető az is, hogy teltházon üzemelünk ismét. A turisztikai szakemberek szerint december közepétől a hónap végéig a mostanihoz hasonló kapacitással üzemelnek majd a szállodák Gyulán. Ha nem teszünk lépéseket időben, később erre már nem lesz lehetőségünk, mondta Görgényi Ernő polgármester Gyulaváriban. A Fidesz helyi szervezete standok felállításával szeretné felhívni a figyelmet a migráció veszélyeire. A Fidesz helyi szervezete is részt vesz abban az országos kampányban, mely a nemzeti konzultációhoz csatlakozik. Görgényi Ernő polgármester a gyulaváriban tartott helyszíni sajtótájékoztatón azt mondta, a migráció a jövőnket meghatározó biztonsági kérdés, melynek ma a hétköznapokban még nem lehet érezni a veszélyét, mert a kormányzat megszüntette azt a 2015-ös állapotot, amikor Magyarország átjáróház volt. A veszély azonban nem múlt el, továbbra is nagy számban érkeznek migránsok Európába, és vannak, akik ezt támogatják Soros György vezetésével, akinek komoly befolyása van a brüsszeli bürokratákra. A polgármester hangsúlyozta, ez egy olyan veszély, amit ha későn ismerünk fel, már nem tehetünk semmit, ezért időben fel kell hívni a társadalom figyelmét arra, hogy ha megengedjük, hogy először csak kis számban telepítsenek be hazánkba migránsokat, annak később komoly következményei lehetnek. Van egy jelenség, aminek az a lényege, hogy először csak keveset, aztán utána, ha már megvan ennek az alapja, akkor utána számolatlanul lehet küldeni. És láthatjuk, hogy hova vezetett ez Európában. Ott is először csak egy-egy országban jelentek meg a migránsok, aztán folyamatosan egész Nyugat-Európában. És ha már kialakulnak a párhuzamos társadalmak, amelyek egyre több helyen, egyre több nagyvárosban, és már kisvárosokban is kezdenek kialakulni, akkor már nem lehet semmit tenni. A sajtótájékoztatón elhangzott, az elkövetkezendő időszakban a Fidesz gyulai szervezete a város több pontján fog majd kampányolni a Soros terv ellen. Pezsgő magyar kulturális élet zajlik Nagyváradon, derült ki Szűcs László szavaiból. A Várad című folyóirat főszerkesztője a Gyulai Könyvtárban tartott előadást.
Nyitottság, barátságosság, az új iránti érdeklődés. Ez jellemzi a váradiakat Szűcs László szerint. A nagyváradi író, szerkesztő a Gyulai Könyvtárban beszélt arról, mit is jelent ehhez a városhoz kötődni, és hogy mitől is különleges ez a település. Bár Nagyvárad lakosságának ma már csak közel negyede magyar, komoly kortárs kulturális élet zajlik anyanyelvünkön, mely kiterjedt szinte valamennyi művészeti ágra. Élénknek mondanám a kulturális életet, sokszor még panaszkodunk is egymásnak, hogy egymásra szervezünk programokat, ami nyilván máshol is így van. Nagyon jól működik a színház, fiatalok számára is vonzó előadásokat készít, a Filharmónia gyakorlatilag teltházakkal működik. Mi az irodalmi életet igyekszünk szervezni, havi rendszerességgel vannak estjeink kortárs magyar írókkal, illetve két kiemelkedőbb rendezvényünk, az egyik a könyvmaraton, ami most hamarosan november végén lesz, illetve a másik az élővárad, illetve a váradfest, ami hát gyakorlatilag a kettő hasonló. A Gyulai Boróka Egyesület pályázati úton nyert forrást arra, hogy jobban megismertesse a fürdővárosiakkal a határon túli magyar kulturális élet szereplőit. 5 írót fogunk elhozni Gyulára. Az 5 íróból az egyik írószerkesztő, főszerkesztő, Szűcs László, a Nagyváradi Folyóirat főszerkesztője, az Erdély Report szerkesztője, a kapcsolat pedig onnan van, hogy jó magam is nagyváradi lányként, ismertem őt korábbról is, már volt nálunk Gyulán, a Magyaros János Könyvtár és a Boróka Egyesület szervezésében, akkor újságírókat hívtunk meg, Váradi Lapok címmel, és most ismét úgy döntöttünk, hogy a Mihály Sván terem a Váradiság című előadást fogja nekünk megtartani. Az ősszel tovább folytatódnak a Boróka Egyesület által szervezett programok. Ambrusné Kesjár Márta kapta meg az idei évben a kórház diploma honoris kitüntetését. A nyugdíjas főnővér a kézjegyben beszélt arról, mi vezette az egészségügy felé, valamint, hogy milyen változásokat élt meg az intézményben töltött, mint egy 40 év alatt. Gratulálunk! Ambrusné Kesjár Márta egykori főnővér kapta meg idén a Békés megyei központi kórház diploma honoris kitüntetését. Ezt a díjat azoknak a nyugdíjas ápolóknak ítélik meg minden évben, akik sokat tettek a jövő nemzedékek oktatásáért, és munkájuk eredménye máig hatással van az intézmény működésére. Márta nővér mintegy 40 évig dolgozott a Gyulai Kórházban, ebből több mint 2 évtizedig főnővérként segítette sokak pályakezdését. Abban az időben még az oktató nővérek nem kellett, hogy diplomát szerezzenek, hanem egy jó gyakorlati készséggel, egy felkészült elméleti tudással rendelkező ápoló taníthatta a gyakorlaton jelentkező ápolókat. És Márta a nővér ezek közé, az ápolók közé tartozott, akinek egy nagyon jó elméleti tudása volt, és ehhez egy jó gyakorlat, és egy nagyon jó személyiség is társult. Én sokat dolgozhattam vele, és ezt a 3 részt megtanulhattam tőle. Elsőre szóhoz nem tudtam jutni, mert annyira meglepetésként ért. Márta nővér a kézjegyben beszélt arról, mit jelent számára egykori munkahelye elismerése, és hogyan élte meg a kórházban eltöltött évtizedeket. A nyugdíjas főnővér Gerendáson született 1944-ben, szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, az egészségügy felé egy véletlen terelte, valamint az, hogy gyermekkorában gyakran ápolta nagymamáját. Kiálltam a 8. osztályt, nem akartam tovább tanulni, de hát elég hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam. És egy véletlen folytán kerültem tulajdonképpen az egészségügybe, mert falun laktam, mezőgazdaságban dolgoztam 1-2 évet, és a hangos bemondón felvételt hirdettek a gyulai beteg ápolónő képzőbe. És én elgondolkoztam, hogy a nagymamámat az utolsó évében én nagyon sokat ápoltam, velünk lakott, és nagyon jó érzés volt segíteni, és úgy gondoltam, hogy én ezt megpróbálom. A főnővér tanulmányai elvégzése után a kórház sebészeti osztályán helyezkedett el, ahol annyira megszerette a közösséget, hogy sosem jutott eszébe máshol munkát keresni. Nyugdíjba vonulása óta is igyekszik tartani a kapcsolatot egykori kollégáival, emellett unokáival foglalkozik és idős édesanyjára vigyáz.
Hátulról ment neki egy traktornak egy kis teherautó hétfő kora este. A Kondoros külterületén történt balesetben a rendőrség tájékoztatása szerint egy kis teherautó hátulról nekiütközött egy mezőgazdasági vontatónak. A tehergépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett, a baleset körülményeit vizsgálják. A gyulai börtönbe került az a férfi, aki egy ágynemű tartóba bújva próbált meg elrejtőzni a Békés-megyei rendőrök elől Öcsödön. Zsarolás, személyi szabadság megsértése és okirattal való visszaélés miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt férfit fogtak el a rendőrök kedd kora reggel 5:30 körül Öcsödön. Ő a bíróság jogerős ítélete után szabadságvesztése letöltését nem kezdte meg, hanem elrejtőzött. A gyulai rendőrkapitányság nyomozói megtalálták, a rendőrök pedig elfogták. A férfi egy öcsödi házban, az ágynemű tartóban próbált meg sikertelenül elbújni, mert megtalálták és a gyulai BV intézetbe vitték. Hétfő délelőtt vette át nyereményeit az Almási kastély nyári szelfi játékának a nyertese, Heiser Claudia. Rövid hírek következnek. Kívánom, hogy érezzék jól magukat itt Gyulán. Az Almási kastély nyári szelfi játékának győztese, Heiser Claudia vette át ajándékait a játék során nyereményeket felajánló cégek képviselőitől hétfőn délelőtt. A nádudvari lány ezt a képet töltötte fel nyáron a kastély Facebook oldalára Gyulai Mosoly hashtaggel, amint egy 140 nevező közül pedig az ő bejegyzését kedvelték a legtöbben. Ennek köszönhetően ismét megtekinthette a kastélyt, ahol már korábban is járt. A játékot a kastélyt is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kezdeményezte, a két főre szóló szállást az Almási Apartmanház biztosította a nyertesnek. Emellett a nyeremény részesét a kocsikázás egy antik hintóval, valamint 2 belépő a várfürdőbe. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kommunikációs csapata folyamatosan dolgozik azon, hogy a közösségi médiában is népszerűsítsék a kastélyt és a várost, ennek az egyik példája a selfie játék is. Az aktív online jelenlét megmutatkozik a látogatók számában is. Szűcs Levente igazgató köszöntötte az Erkel Gimnázium matematika szakmai napjára érkező diákokat és tanárokat. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy minden évben több mint 80 általános iskolás tanuló vesz részt az eseményen. Ilyenkor a gimnázium diákjainak lehetősége adódik előadásokat tartani, volt, aki az animált függvényekkel kapcsolatos legérdekesebb tudnivalókról beszél. A program a matematika munkaközösség kapcsolatépítő egyben beiskolázási célokat is segítő rendezvénye kötetlen formában. Az előadások mellett a szervezők játékos matematikai vetélkedővel is várták a diákokat, akik 5 fős csapatokban mérhették össze tudásukat a kalandpálya elnevezésű szellemi vetélkedőn. A matematikai nap a tanárok számára meghirdetett szakmai értékeléssel és beszélgetéssel zárult. A felső tagozatos osztályok közötti szellemi vetélkedő is a része volt az intézmény névadójáról elnevezett napnak a Düren általános iskolában. Ilyenkor nincs tanítás, a gyerekek számot adhatnak lexikális tudásukról, kreativitásukról, és a közös játékok révén kötetlenebb formában lehetnek együtt, mint az év többi napján. Ez a nap több, mint egy játékos programsorozat, hiszen ilyenkor a közösségi összetartozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A szervezők elmondták, Dürer nap jövőre is lesz, amely idén is egy suli diszkóval fejeződött be. Esőben és erős szélben kezdődött a Szeged-Győr MB2-es bajnoki vasárnap a Gyulai Grosics Akadémia Center pályáján. A két csapat inkább küzdelmes, mint látványos találkozót vívott egymással, a kapuk kevés alkalommal kerültek veszélybe, gólt pedig egyik gárdának sem sikerült szereznie. Az immár 7 meccse nyeretlen Szeged Grosics a hétvégén Zalaegerszegre látogat, majd a Kisvárda érkezik Gyulára. 2 autó ütközött össze szombaton Békéscsaba külterületén, mindkét jármű vezetője megsérült. Szombat délelőtt 9 óra 15 perc körül egy személygépkocsi áttért a menetiránya szerinti baloldalra, ahol összeütközött egy másik személyautóval, majd felborult. A mentők az előbbi jármű vezetőjét súlyos, az utóbbit pedig könnyű sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát és körülményeit a Békéscsabai rendőrkapitányság vizsgálja. November 1-e minden szentek napja, amikor az egyház az összes üdvözült lelket ünnepli. Mivel ez munkaszüneti nap, a legtöbben ilyenkor látogatnak ki a temetőkbe, a november 2-ai halottak napját megelőzve. A napokban mindenki megemlékezik elhunyt szeretteiről. Ön mit visz ilyenkor a temetőbe? Sírcsokrot szoktunk vinni a temetőbe, igen. És akkor mécsest? Mécsest is gyújtunk. És már megvásárolták ezeket? Igen.
És akkor minden évben járnak. Persze. Mielőtt jöttem nyaralni, lerendeztem, majd mikor hazamegyünk, akkor még tisztelet, persze. Igen, igen. És ilyenkor mécsest visznek? Mécsest és virágot is, persze. Igen. És ilyenkor mécsest visznek, vagy koszorút, vagy mindkettőt? Élő virágot és mécsest. És a családtagokhoz járnak, vagy ismerősökhöz is? Hát családtagjaink sajnos már túlnyomó többségben ott vannak. És akkor őket mindig meglátogatják? Meglátogatjuk, igen. Megbontotta a szél az orosházi kórház tetejét, természetbarát kör alakult geszten. Lapszemle következik. Megbontotta a szél a kórház tetejét. Orosházát sem kerülte el a vasárnapi szélvihar. A katasztrófa védelemhez 4 bejelentés érkezett. Az egyik az orosházi kórháztól. Az Orosz Café azt írta, az épület tetőbádogozását szakította fel 3 négyzetméteren a szél, de a tűzoltók rövid időn belül visszaszegelték azt. Természetjáró szakkör alakult geszten. A szakkör havonta 2 alkalommal tart foglalkozásokat. Egy hétköznap elméleti foglalkozást, egy hétvégi napon pedig kirándulást terveznek. A KMNP.hu azt írta, a szakkör célja az alapvető ismeretterjesztésen túl az, hogy élményszerű programokat szervezzenek. Diavetítés Békésről. Ferenczi Sándor helytörténeti kutató volt Békésen a Ne Felejts Egyesület vendége. A Békési Újság arról számolt be, hogy az esten az évtizedeken átkészült fotók aratták a legnagyobb sikert. Önkéntesek Csíkszeredában. A székelyföldi városban találkoztak a gyulafehérvári Caritas önkéntesei, írta a Magyar Kurír. A résztvevők az ismerkedés mellett megosztották egymással tapasztalataikat, valamint bevezették az új önkénteseket a Caritas tevékenységek rejtelmeibe. Szerdán nagyrészt derült, napos, csapadékmentes idő vár ránk. Csütörtökön vastagabb felhőzet szűri a napsütést, de esőre nem kell számítani. Szerdán mérsékelt délnyugati légmozgás mellett nagyrészt derült, illetve napos idő várható. Itt-ott előfordulhatnak kötfelhős területek. Számottevő csapadék nem esik, enyhébb lesz a hajnal. Éjszaka 0, nappal 11 fokra számíthatunk. Csütörtökön változó vastagságú, többnyire magas szintű felhőzet szűri a napsütést. Eső nem várható, mérsékelt, néha kissé élénk délnyugati szél fúj. Emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka 2, nappal 14 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ismét sok a vendég. Több szálloda is teljes kapacitással üzemel Gyulán. Standokat állít a Fidesz. A párt tagjai a migráció veszélyeire figyelmeztetnek. Pezsgő élet Nagyváradon. A gyulai könyvtárban tartottak előadást a váradiságról. Kitüntetett a kézjegyben. A műsorban Ambrusné Kessjár Márta nyugdíjas főnővér emlékezett. Baleset Kondorosnál. Ágynemű tartóba bújva rejtőzködött egy körözött férfi. A Gyula TV híradóját látták. Most a kézjegy következik, utána a pódiumot nézhetik meg. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!